Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. A trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás napi alkalmából rendezett megemlékezésünkön. 1920. június 4-én súlyos sebet kapott a Kárpát-medence magyarsága, amelyet nem lehet elfelejteni, de túl kell élni. Határokon is átívelő összefogással megmutatjuk a világnak, hogy összetartozunk. Az Imberi Banda előadásában Tyukodi Verbunkot fogunk hallani. Felkészítő Nagy Imre. Tisztelt emlékezők, kedves vendégek, ismét eltelt egy év, újra Félárbócon az ászló. Szeretettel köszöntöm Önöket, sokadik alkalommal már a város egy olyan köztéri alkotásánál, mely a magyarság történelmének legfájdalmasabb időszakához, Trianonhoz oly szorosan köt bennünket. A mai nap 2010 óta Nemzeti Összetartozás napja. Mégis fájdalmas érzés, hogy a mellettünk húzódó trianoni határról már három számjeggyel írt évfordulón kell emlékeznünk. Minden évben kettős érzés van mindenkiben, mikor idejövünk. Az egyik részünk a szomorú emlékezésé, míg a másik a reményé, hogy Trianon pillérei dőlni látszanak, és ebben lehet még valamilyen visszarendeződés. Azonban hamar kijózanít az éveket jelző három számjegy mindannyiunkat. Trianon 103. Mert mégiscsak eltelt ennyi idő, és a tény semmit nem változott. Mert azok a pillérek nem dőltek le teljesen. Összejövünk évente emlékezni, a centenáriumon még őrlágok is fellobbantak, a korabeli magyar területekkel együtt mindenütt mégsem hozott a fényük ebben megvilágosodást senkinek. Egyelőre nincs más lehetőségünk, csak az összetartozás érzésével visszagondolni arra a napra. Először is emlékezzünk, mi történt akkor, és ismét gyászoljuk meg feldarabolt hazánkat. 1920. június 4-én délután a Párizstól 20 kilométerre nyugatra fekvő Versailles városában, a 14. Lajos által épített hatalmas barokk kastély parkjában levő Nagy Trianon nevű palota galéria termében egy íróasztalon az első világháború győztes hatalmai aláíratták a független Magyarországgal azt a békeszerződést, mert rögzítette az új ország határait. Másodszor emlékezhetünk arra is, hogy a magyar küldöttség, mikor megérkezett Párizsba, megalázó bánásmódban részesült. Nagyhatású beszédében a küldöttséget vezető gróf Aponyi Albert felsorakoztatta az ország feldarabolása ellen az érveket. Minden vádat cáfolva, és az etnikai megoszlást igazoló vörös térképét is bemutatta. Szavait lesütött szemmel hallgatták. Azonban a döntésnél ez mit sem ért. Nem volt súlya annak sem, hogy a tárgyaló delegációk tagjaiból többen nem értettek egyet a történtekkel. Most emlékezzünk arra is, hogy a delegációt az az ember vezette, aki a magyar történeti emlékezet és politikai élet ikonikus alakjává vált, aki 5 évtizeden keresztül volt országgyűlési képviselő, 2 kormányban is kultuszminiszterként tevékenykedett. Hosszú politikai pályája során a dualizmus idején megjárta a kormánypártot és az ellenzéket egyaránt. Kossuth Lajos temetésekor nagyszabású nemzeti gyászzarándoklatot szervezett, és lelkesen vette ki részét a milleniumi ünnepségekből is. Elsők között volt, aki felismerte a népoktatás fontosságát, mert hitt abban, hogy a közös nyelv és a kultúra ápolása összekötheti a világ magyarságát.
valamennyi iskolától elvárta, hogy az ott tanulók a negyedik osztály végére legalább alapszinten ki tudják fejezni magukat magyar nyelven. Hívő katolikusként a római egyház álláspontját képviselte, de mégis liberális alapokon állva a felekezetek közötti egyenlőség elvét hirdette. Vallási meggyőződéséről így vallott emlékiratában. Az igazságban sosem szabad kételkedni. Még akkor sem, ha ennek az igazságnak a hirdetői olykor emberi gyengeséget árulnak el. Ő volt az, aki szokatlan magasságával, kifogástalan eleganciájával, mind a magánéletben, mind a politikában, nagy hatással volt a kortársaira és az utókorra egyaránt. Különböző magyarországi egyetemek és politikai csoportok ötször jelölték őt Nobel-díjra. Kortársai azzal a névvel illették a legnagyobb élő magyar. Ilyen formátumusz ember szavai döbbent csendben fogadtattak a palota falai között, és általa láthatták a korrekt és konkrét érvelést minden egyes mondatában. Három nyelven, két órán át, egy országért. Gondolatai bő egy évszázaddal később is szívbe markolóak. Nem titkolhatjuk el mindenek előtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét. És hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Ilyen nehéz helyzet előtt állva megkérdezzük. Mi váltotta ki azt a különös szigorúságot Magyarországgal szemben? Önök uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, önök elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen. Azonban egy állam lakosságának egyetlen része sem helyezhető át, akarata megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj idegen állam más fennhatósága alá. Ennek a nagy eszmének a nevében követeljük a népszavazást hazánk azon részeire, amelyeket tőlünk most elszakítani akarnak, és alávetjük magunkat a népszavazás eredményének, bármi legyen is az. Miután a palota szavairól visszaverődő szavak süket füleket találtak, gróf Apponyi Abbát nyilván nem vett részt az aláírási ceremónián. A békeszerződés a Magyar Királyság kormánya nevében Benárd Ágoston munkügyi és népjóléti miniszter, Drasse Lázár Alfréd rendkívüli követ írta alá. Legalább így megdöbbenéssel demonstrálva az elszenvedő megvetését, hogy egy súlyos okiratot súlytalan emberek ratifikáltak. A magyar kormány pedig ezt követően lemondott. Emlékezzünk a következményekre is puszta számokban. Oda lett az országunkból 232.000 négyzetkilométer területrész. Másoké lett a Bácska, a Bánát. Erdély, Muraköz, Zala egy része, a Felvidék, Kárpátalja és a Szepes is. Árva megyéből és Szepesből még Lengyelország is részesedett. Elment az iparunk több mint egyharmada, és a nemzeti jövedelem kétharmada is. Megtört a társadalmi gazdasági egység. Vélhetően ez volt a fő cél. De kulturális téren is pótolhatatlan veszteségeink lettek. Elvesztek emblematikus épületeink és az épített magyar közvagyon. Azon a helyen, a Napkirály kastélyában, amit mások javaiból, a gyarmatok értékeiből építettek, lehet, hogy még természetes is volt az ezer éves magyar királyság hűséggel, bátorsággal, lelkesedéssel és szeretettel őrzött és megtartott területeit osztogatni. Mert kibicnek ugye semmi sem drága. Azonban saját elvéket is semmibe véve, kisebbségi és jogfosztott sorba küldeni, több mint 3 millió magyart, az mindenütt gyalázat, még a Nagy Trianon palotában is. Ezért nem szabad hát itt a határ mellé szorítva az emlékezetet kihagynunk. Helyezzek el most így a virágukat Sajó Sándor soraival és hitével. Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni. Csak magyar földön és csak magyarul. Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, jobb is, ha szárnyam már most porba hull. De ezt a lelket itt hagyom örökbe, és ott víjog majd Kárpát havasán, és belesírom minden ősi rögbe, el innen rablók,
ez az én hazám. És leszek szégyen, és leszek gyalázat. És ott égek majd minden homlokon, s mint bujdosó gyász az én szép hazámat, a jó Istentől visszazokogom. Köszönöm.